Get your hands up, yeah. To the flip, yeah. Na, szervasztok srácok! Új adás, itt vagyunk a Grintában, amit már az előbb beharangoztunk nektek. Mai vendégünket Krisztián fogja bemutatni. Ez egy különleges adás, ilyet még úgysem csináltunk. Fogadjátok szeretettel! Hello srácok, itt vagyunk Atinán, a Grintába. Na, a szitu az, hogy Temesváron is van triatlonverseny, mi meglepő. Úgyhogy itt van a szervezője a versenynek. Érdemes megnézni, mivel elég extra a hely, városon belül megy a verseny. Magyarországról 4-5 óra alatt ott vagy a versenyen. Tök jó helyen van, én már megnéztem a honlapjukat és a versenykiírást. Olcsó is, jó is, rengeteg mindent kapsz a rajtcsomagodba, ezért is érdemes elmenni, nagyon jó a szervezés, úgyhogy vágjunk is bele, aztán itt van még körünkben Ani, őt a kis triből sokan ismerik. Ő lesz a tolmácsunk. Ő, ott van Ani, úgyhogy igen, ő tolmácsol, mivel hogy Tomi nem beszél semmilyen nyelven, én csak páran. Semmiért persze. Úgyhogy kezdjünk is bele, ez egy... városi triatlonként ez egy egyedi verseny. Kicsit bemutatnád, hogy milyen az egésznek a felépítése? So the first question is that it's an urban triathlon in the middle of the city of Timișoara. Can you explain about this unique place to be in the city? Okay, so this is our let's say signature. All the trials, so the swim, the bike and the run are all within the city, and not only within the city, but within the center of the city. Tehát ez egy ilyen védjegy, vagy sajátosság, hogy a triatlon versenyük a városon belül zajlik. Ez azt jelenti, hogy 100%-osan, tehát az úszás is a város központban, a bicikli és a futás is mind a város központban, tehát nem a város körül, hanem a város szívében. This thought came to us because we think that triathlon is a great sport. We all do it, and that's why we are here to talk about it. But what it lacks contact with the public. You can have the public in World Championship in Ironman, where you have media coverage and so on. But for smaller, normal competitions, you don't have that coverage. Okay. Azt mondja, hogy az ötlet onnan jött, elsősorban azért, mert mind triatlonosok, és mindenki triatlonozott már előtte, hogy mi lenne, hogyha egy picit más jellegű versenyt szerveznének, és a város szívében a versenyt azért találták ki, hogy minél közelebb legyenek a közönséghez, és minél, hát ugye a szurkolótábor ezáltal sokkal nagyobb, mert ugye hát vannak az Ironman versenyek, ahol azért ugye kimennek a városban, nincs szurkoló végig a verseny folyamán, de itt meg ott lehetnek végig a biciklinél, a futásnál, sőt az úszás is végigkövethetik ott a folyóparton. So that's why we wanted to get everything in the city, to have people all around, families of the competitors or just tourists or whatever. And this is very different from other competitions, because you get many times to the very center of the city, and it's plenty of people all around you who cheer. It's another very nice atmosphere. Teljesen más hangulata van ezáltal a versenynek, mert ugye a családtagok is könnyebben ott tölthetik a napot, szurkolhatnak barátok, és ugye Temesváron sok a turista is, és akarva akaratlanul, ahogy a városon keresztül futnak vagy bicikliznek, így a turisták is be vannak vonva, és a turisták is be vannak vonva, és akkor ők is szurkolnak, meg tapsolnak, meg hajráznak. So this is what we wanted, and the very finish of the competition is in one of the city's main square, and we try to occupy the square. It's not a small event or just some Finnish gate and that's it. We have a triathlon village, we have food trucks, we have a recovery zone that we wanted to be as big and nice for the athletes as possible. So I think it's very different from other competitions, and I participated to many competitions, so I know. It's a triathlon race made by triathletes for triathletes. So it's whatever I wanted to see in a competition, I made it happen in our competition. Hát ugye az ő álma az volt, hogy triatlonistáknak csináljanak versenyt, tehát mindent, amit ő megálmodott, azt valósított meg ebben a versenyben. A célvonalról, a célba érkezésről beszélt, hogy ehhez lefoglaltak egy egész teret, a Temesvár egyik legnagyobb terét, és akkor nem csak egy célkapu van ott, hanem ugyan az egész térnek megvan a hangulata mindennel, tehát kiépítve hatalmas visítőzónával, tehát a cél után is meg legyen ez az Athlete's Garden feeling, és hát minden nehez tartozó dologra. Az lenne a kérdésünk, hogy ugye a Magyar Triatlon Szövetségnek is van egy podcast csatornája, hogy nem őket kerestétek meg, és miért ránk esett a választásatok? The next question is that the Hungarian Federation has also a podcast, and why you choose this podcast? I chose this podcast because you recommended this podcast. I didn't even know that the federation has also a podcast, and I'm glad there are guys who are interested in holding such podcasts, because there are not many in the countries in this area. So we maybe have one in Romania, we have one in Hungary. I don't know about any other podcasts. Azt mondja, hogy azért választotta ezt a podcastot, egyrészt mert én ajánlottam, másrészt nem tudott a Magyar Triatlon Szövetség podcastáról, illetve más podcastokat sem ismert itt Magyarországon belül. Have you seen the one? Yes, you recommended to watch one podcast, the one with good and famous athlete Frederick. Yeah. Sorry. So that's it. Látta a Frederikkel készült podcastotokat, és az nagyon tetszett neki, tehát így, ahogy meg is volt csinálva, nagyon érdekes volt számára, és akkor arra gondolt, hogy akkor... I don't know how you guys watch podcasts, but I'm watching them when I do biking on trainer, so... Azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi, hogy nézzük a podcastokat, vagy hogy hallgatjuk, de ő általában akkor nézi, amikor bent biciklizik, görgözik nyilván, csak... I think it's a common thing. Igen, for everybody. Ez egy általános. Beszéljünk arról, hogy egy triatlon versenyhez megszervezni. Neki mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű a Temesváron versenyt rendezni? A bürokrácia mennyire nehezíti meg a dolgát, vagy bemegy a városvezetéshez, és azt mondja, hogy szeretnénk, és akkor tárt kezekkel várják, vagy nehéz, vagy komoly problémákba ütközik egy ilyen. To organize a competition is not very easy, and the question is if you are dealing with bureaucracy, or what is the opinion of the city, how they are helping you, or the whole organization. Yes, it's not easy to organize. It takes a lot of time throughout the year, and especially in the last month, it's crazy. But Timișoara is one of the lucky cities, I would say. We have a very good administration that constantly supported us in obtaining all the necessary allowances, paper we needed, we got them. Extra from this, we applied for a financing program that is available for all the sport clubs in Timișoara, in order to get some money to be able to raise the level of the competition. And we succeeded together. Okay. It's important. Tehát a szervezés nehéz, meg ugye elég sok időt vesz igénybe, főleg hónapokkal a verseny előtt, akkor már nagyon nagy a stressz. Viszont ők szerencsés helyzetben vannak, mert a város nagyon támogatja és segíti őket. Ezen felül volt egy városi pályázat, amit megpályáztak, tehát ez egy ilyen anyagiakban is lehetett pályázni erre, nem különböző sportkluboknak, tehát nem kifejezetten a triatlonnak, hanem így ugye támogatják a sportolás lehetőséget, és akkor ezt megpályázták, és szerencsére nyertek vele, úgyhogy nyertek anyagi támogatást is. So this financing program that is sustained by the municipality is called the Moving Cities, and addresses only to sport events or programs. Can involve different things, and is as we won this project, it's quite a significant part of our budget, so it's very important to obtain it. But we have to apply for it each year. It's not forever. It's not forever. Ennek a projektnek a neve, amit megpályáztak, az a Mozgóváros, Moving City, és ez egy nagyon jelentős része az ő költségvetésüknek, tehát amit sikerült így elnyerniük, de hogy ez nem életre szóló, ezt minden évben újból meg kell pályázni. Megkérdezni, hogy kiszponzorálja this project the city itself or the fund? Yes, it's the municipality, the mayor of Timișoara. Okay. It has a special fund to support this sport event. So it's not a private sponsorship; it's a city financed. Okay. A városvezetése szponzorálja őket, tehát ők írják ki ezeket a projekteket a városra, tehát kifejezetten a városhoz tartozik, nem állami, hanem városi szinten. Azt kérdeznénk, hogy milyen távokon lehet nálatok indulni, illetve hány versenyzőt vártok a versenyre? In which distances you can compete in your competition, and approximately how many athletes you are expecting for next year? So we have all the traditional distances. We have the half distance, we have Olympic distance, we have sprint and super sprint distance. We expect probably this year about 600 competitors. We had almost 500 last year, and from year to year we constantly grew consistently. Additionally, we switched from one-day event to two-day event, and we have one additional day dedicated for the kids. Okay. 4 táv közül lehet választani, középtáv, olimpiai táv, sprint és super sprint. Idén 500-an versenyeztek, jövőre körülbelül 600 versenyzőt várnak, és ugye idéntől 2 naposra nőtte ki magát a rendezvény. Első napon van minden táv tulajdonképpen a felnőtteknek, második nap pedig a gyerekek versenyeznek. Mielőtt jön a következő kérdés, ez főleg a srácoknak szól. Kommentben légy szíves írjátok oda, hogy Krim triatlon, és hogyha szerencsés vagy, akkor az én nevezésemet, megnyerhetitek. Ez azt kell, hogy lájkolj minket, és feliratkozzál. December 6-án lesz a sorsolás. Mikulás hozza. Így van, a Miki hozza. Szóval mindenkinek sok sikert, remélem, hogy aki helyettem indul, az jól fog érezni magát. Engem már most nagyon érdekel ez a verseny. Ebben biztos, hogy egyedi lesz, szóval az, hogy az Ani is mesélt, hogy milyen hangulata van az egésznek, meg ahogy megszervezik, szerintem elég extra lesz a téma. Na, a következő szerintem az egy elég jó kis téma, legyen a szponzorok, hogy ki a főszponzor, kisebb szponzorok, és hogy nálatok is nehéz szponzort találni, mint mondjuk nálunk. The next question refers to the sponsors. Is it difficult to find sponsors? Who are the sponsors and who is the main sponsor? Yes, it's difficult to find big, reliable sponsors. We have a few smaller ones. But our main sponsors was for 2 events already, OMV Petrom, I think it's well known, and because of OMV we could raise very quickly from a rather small local competition to national and international, because last year we already had the national championship, and yeah, we became the second largest competition in Romania. If we count the kids, we are the biggest. Nehéz, nagyon nehéz megbízható szponzorokat találni, több kisebb szponzor egyszerűbb, de a nagyobb szponzort azt nehezebb, viszont ők szerencsések, mert a nagy megbízható szponzorjuk az az OMV Petrolnak hívják, és ez segítette őket abban, hogy ők egy ilyen kis baráti társaságos versenyből ilyen nagyjá kinőjék magukat, és hogy már nemzetközi szintű versenyé kinőjék magukat, és hogy már tavaly tudtak országos bajnokságot is szervezni. Jelen pillanatban ők a második legnagyobb versenyszervezők, Románia a második legnagyobb verseny, illetve ha a gyerekeket is beleszámolják, akkor már a legnagyobb. Egy fontos dolgot nem kérdeztünk még meg, mikor lesz a verseny? One important thing we haven't asked yet, when will be the race? Yeah, good question. It will be on 19th of July. That's the adult with traditional races, and the next day, on Sunday, on 20th of July, will be the kids races. Igen, valóban ez egy nagyon fontos kérdés. A jövő évi verseny 19-én lesz, július 19-én lesz a felnőtteknek mind a 4 távon, és vasárnap 20-án lesznek majd a gyerektávok, a gyerekeknek a verseny. Akkor beszélünk most kicsit a versenyről, hogy hogyan indul, hol van az úszás, a bringa, meg a futás, mert ugye hogy ez egy városi verseny. Szerintem ugye már többször mondtam, hogy egyedülálló, hogy ezt kicsit be tudnám mutatni nekünk, hogy ezt hogy kell elképzelni. Tehát hány kört kell bringázni, hány kört kell futni? Ja. Let's talk a little about the competition. Where will be the swimming, the cycling and and how many laps? Okay, so what's very particular about our competition is the swimming, because we swim in a river and we swim downstream. So that means personal best at swimming for everybody. We have one exit point from the water at the transition area, and the starts are decollated. I hope it's English term. Doesn't matter. At, according to the race you are in. So the you enter the water at different points, but everybody exits from the same point. Okay, I think I got it. Az úszással kezdeném, hogy ez nagyon speciális, mert a folyóba történik a város szívébe, de aki teát szeretne menni, az legjobbat annak nagyon ajánlja, mert folyás irányra, tehát nem árral szemben kell úszni. És a távok azok úgy vannak megoldva, hogy a startnál a féltáv indul a legmesszabbig, el kell sétálni a rajthoz, és különböző helyekről értelemszerűen indul a rajt, tehát máshonnan indul a féltávrajta, máshonnan indul az olimpiai táv és a sprinttávrajta, viszont mindenki ugyanoda érkezik meg, tehát a depóhoz. Okay. Regarding the bike, we have a lap of 7 kilometers. So you can make the calculation. It means that, for example, for half, there are 13 laps. I know that this for many sounds much, because they are used to staying tucked in aero position and just going straight. But I tell you, and it's also the competitors that participate can tell you that definitely you won't get bored. It's a different story to be on a lap in town than to be on a lap, I don't know where, in some field, for example. And you constantly can observe your competitors, because you intersect with them at different points. And time flies very quickly, but you will not get a very big medium speed. You will not go 46. Yeah. Okay. Ez a medium. Okay. A bicikli, az is ugye a városban zajlik, és 7 kilométeres egy kör, tehát azt ugye ki lehet számolni, igazából a féltávnál azt így sokkolónak hangzik elsőre, hogy 13 kör, viszont ez egy teljesen más jellegű, és tehát aki megtapasztalja, az már érti, hogy miért jó így is versenyezni, tehát nem csak időfutammal előredőlve menni mondjuk unalmas helyeken, mert itt annyi impulzus éri a körönként a versenyzőket, hogy sokkal hamarabb telik az idő, és nem, az is fontos szempont, hogy folyamatosan látják egymást, tehát igazi verseny alakul ki, mivel a pályán többször találkoznak, és látják a versenytársakat, ezért sokkal könnyebben tudják magukat is pozícionálni. Igaz, hogy nem lehet 40-50-nel haladni, de ettől függetlenül meglepően gyors verseny szokott lenni, és tényleg hamar eltelik, tehát nem unalmas így. You can draft. You can draft in drafting competitions, Olympic, sprint and super sprint. You cannot draft in half. A sprint és az olimpiai távokon lehet bolyozni, a féltávon tilos a bolyozás. And what's very important, because it's in the city, tarmac is very good. Asphalt. Ah, okay. Asphalt is very good. You have on the bike leg you have almost no difference in altitude, just one passage. So it's not that you don't go fast. You go fast, but you have turns and then you have to slow down. So ami még fontos a kerékpárpályánál, hogy nagyon jó az út minősége, és hát ugye sík, kivéve egy aluljáró van, ahol ugye leemek, föl kell menni, és akkor van itt is sebességváltozás, de amúgy teljesen jó a pálya. So that's about the bike. And now about the run. The run is also a lap, on a 4 kilometers lap. You don't have to do many laps, even for the half distance. And what's very nice is that this lap goes through the finish area, so you get cheered both by your fellow competitors, and because it goes through the center of the city, there are terraces and people walking, and everybody's giving you a thumbs up, so it's nice. A futópálya 4 kilométer hosszú, és abból ugye nem kell olyan nagyon sok kört csinálni, ugye még a féltávnál se, de nagyon élvezetes és nagyon élménydús, mivel a városközponton keresztül futnak, ahol a teraszokon kint ülnek az emberek, a turisták, a városba látogatók, és mindenki tapsol és éljen ezt, illetve minden körben a célvonal mellett átfutnak a versenyzők, így akkor kapnak extra motivációt, hogy tudják, hogy hova kell majd célba érni. We are very attentive with the hydration and feeding stations because it's in July, so it's pretty hot. If you want to train for your super objective and you want to train in a hot environment, this is the perfect setup. So a big portion of our budget goes to feeding station. For example, I don't know, we have more than 1,000 kilos of ice. And also in the recovery area we have, of course, massage and small pools with ice and water and pizza for everybody and alcohol-free beer and everything cold. So we try to be very attentive with the competitors. Mivel júliusban van a verseny, ezért a futásnál nagyon nagy figyelmet fordítanak a hidratációra, hűtésre, ugye a meleg miatt, ezért a költségvetésüknek a nagyon nagy részét arra fordítják, hogy legyen elegendő frissítőállomás, és ott legyen jég mindenhol, illetve az átlackártenben is legyen bőven pótolnivaló, pizzával, akkor le lehessen hűteni magukat a sportolóknak, célba érkezőknek. Vannak ilyen jeges fürdők, masszázs, tehát minden, ami szükséges a regenerációhoz a verseny után, tehát erre nagyon figyelnek, és ez egy nagyon-nagyon fontos pont nekik, hogy ez jól meg legyen szervezve. And also what we try every edition, starting 2 years ago, we try to have an after party. Ah, okay. Last year we managed a location by the river to have this party. This year we tried something else. We tried to get everybody to the Amazonia Aqua Park and to have not a pool party, but anyway. To enjoy the atmosphere. We think of something for the next year, so we'll see. Ami még fontos nekik, hogy legyen egy zárása a versenynek, és ezt egy after party keretén belül szervezik meg. A tavalyi évben egy bulit rendeztek a folyóparton, idén pedig a helyi aquaparkba kapott minden versenyző meghívót, és akkor ott volt külön DJ, ott lehetett iszogatni, fürödni, mindenki jól érte, hogy a csapat így jól érezte magát. A következő kérdésünk pedig az lenne, hogy mivel frissítetek, tehát ki a frissítő csomagnak a támogatója, illetve hogy a rajcsomagban miket találunk. Köszönöm. Ez teljesen jó kérdés. Tudom, én kérdeztem. Meg talán a cégeket megemlíthetni, hogy kik azok a cégek, akik segítenek. Ez most 3 kérdés lesz. If you can tell about the race kit and the refreshing, who are the sponsors, can say the names of refreshing, what kind of refreshing you are using? If you mean like sports nutrition or sport nutrition, yeah, for the sports nutrition we used CISP Recovery in the last 2 years, so probably will remain with the same brand. But others, water, we have a supply for water that's something else. It's a Romanian water delivery company. It's called Kumpana. We have fresh water from there. And the rest of the products are basically normal products like tomatoes, watermelon, biscuits, glucose, stuff like that. So they are not sport-specific fish. And about the start kit? In the start kit, we try every year to have some other, maybe smaller firms that get involved. I'm not sure what will be for the next year, which company will choose, but there will definitely be a brand or several brands, not necessarily one. Darai Çomak was több kisebb szponzor adtak a nevét is, és állították össze a csomagot. Ilyen frissítőknél a CISZ egyik szponzorok, akikkel itt hosszú távon van, tehát valószínűleg jövőre is ők lesznek, a többiben a rajtcsomag valószínűleg lehet, hogy változni fog, de ugyanúgy megmarad a gazdag rajtcsomag, mint idén. Ugye volt benne spray, kezdve csokin keresztül minden, hát ezt így meg víz, minden, tehát hogy mindig egy kisebb, mindenki hozzáadott valamit. Van egy nagy román vízszponzoruk, aki ugye a vizet biztosítja, illetve ilyen több élelmiszer biztosító szponzor, tehát nagyon sok gyümölcs volt, akkor ugye volt a pizza a végén. And additionally to the sport nutrition or sport products that you can find in the kit, there are other not nutritional related products that you can get in your kit. This year we had a race belt, the T-shirt, of course, the official T-shirt of the competition. We had the voucher for entry at Amazonia Aqua Park. So we try each year to be very generous. This year also we had but only for half distance. We had, in addition to the official T-shirt, we had our official cycling T-shirt. So they got 2 T-shirts in one kit, but a rajtcsomagot illetően hát ugye volt még szponzor, ugye, aki a technikai pólókat biztosította, és érdekesség, hogy a középtáv esetében adtak még egy plusz pólót is, nem is pólót, hanem egy biciklis mezt is a pólón kívül, illetve volt egy rajtszámtartó szponzorizáció, és what else was it? Was the belt, the T-shirt and belt T-shirt, the voucher for Amazonia. És akkor igen, amit már említettünk, a belépő az Amazonia Aqua Parkba, amit egy voucher formájában mindenki megkapott a nagy csomagban. With spa and everything. You could do the spas in Amazonia. Tehát az még, tehát a belépés mindenre jogosított, tehát minden igénybe lehetett venni, lehetett, nem volt kötelező ott lenni az after party bulin, lehetett fürtőzni, meg mindent, és hatalmas nagy parkra. And of course in the participation fee is the kit, but you also have other services that are part of your, are assured, so you have the medical assistance in case you need it. You have massage that is also included. We also have a bike station near the transition where you can change. I don't know, have a flat tire or something. That's free. You don't have to pay. So there are other services that are included, but our philosophy is that are things that are mandatory for a competition. It's mandatory to have all this, to secure the track, for example, to have all things, all cars out of the track and everything. It's mandatory to have ambulance on site, it's mandatory to have massage, it's mandatory to have recovery, it's mandatory to have stations for food and hydration. Then it's mandatory to have a kit. How rich is that kit? It depends on the sponsors and many things, but things that are mandatory are always there. Azt mondja, ugye vannak kötelező elemek, hogy hogyan kell kinézzen a verseny és miket kell biztosítani. Ez például ugye a teljes útlezárás, hogy egyetlen egy autó sem tartózkodhat a verseny idejében, a versenyterületen, sem a bringapályán, sem a futópályán, sem a legol. Illetve a masszázs is egy kötelező eleme, ami viszont nem kötelező, de ők ezt még így pluszban adják, az a bicikli szerviz, tehát ami teljesen ingyenes, tehát ha valakinek defektje van, akkor azt ott kicserélik, vagy megnézik, tehát hogy beállítják. Ez is ingyenes. And also we want to keep a minimum prize purse for the open category, yes, and we also offer trophies for all age categories. Tehát próbálnak azért egy normális árat tartani, legyen meg. Az előbb nem mondtam, hogy ugye az is feltétele a versenynek, tehát hogy legyen startcsomag, de az, hogy ez a startcsomag mennyire gazdag és mi van benne, nyilván ez rájuk van bízva, és igyekeznek minél több szponzorral beszélni, hogy minél gazdagabb csomag legyen. És ami még fontos, és mivel beletartozik, hogy a díjazásnál minden kategóriába 5 évente díjaznak, és erre van nekik ilyen nem érem, hanem ez a trofi, valamilyen kupa, nem is kupa, hanem valamilyen más lehet. Hát elég gazdag ez a rajtcsomag. Lenne mit tanulni a magyar szervezőknek. Krisztián, ne röhögj! De ez így van, figyelj, utána, amit elmondtál, meg láttam Aninak a fotóját, amit küldtél. Összeraktunk 3 versenyt, 2 külföldit, egy magyar. A magyar verseny kapta egy úszósapit. Nem kaptál. Nem, vittél egy úszósapkát a román és az osztrák versenyen, meg a fél intes párt megkaptad. És a spár még nem szponzorál minket. Na, térjünk vissza ahhoz, hogy a nevezés mennyi a matek? Magyarok vagyunk, úgyhogy igen, szeretjük tudni, hogy mennyi az annyi. A különböző távonnak mennyi a nevezése. Gondolom, akkor a honlapon lehet nevezni. És hogy vannak-e sávok a nevezésből, hogy drágítja, vagy ez standarden ennyi végig? Nem tudom, meddig lehet nevezni. Since we are Hungarian, let's talk about the money. Yeah. How much it costs an entry? Is there only one fee, or the fees are changing from time to time, or and if you can tell us in euro, it will be better. Great. Because I can't. So yes, I can tell you in euro, and we are considering waves of registration. The closer you get to the competition date, the more expensive it will get. And we also have each year an early bird. This year we had it It was experimental because we opened the registration for the next year, the very next week after competition. Okay. And we have an early bird for first 200 places or 31st of October, whichever came first. We managed to register 150 during this early bird. And for the early bird, the price was 100 euro for the half distance, 300, wait, it's no, less, 60 euro for the Olympic distance, and 50 euro for sprint or super sprint distance. Okay. It will increase in waves. So you have to get it as soon as possible in order to have a very good price, I would say, for a half of 100 euro with all the organization you know, you saw it. It's a very good price. A nevezést már rögtön a verseny után egy héttel megnyitották a 2025-ös évre, és a sávos nevezést nyitottak. Október 30-ig lehetett nevezni durván 200 főnek, vagy illetve október 30-ig, amennyi 200 főn belül belefér. Ez azt jelentette, hogy a féltáv az 100 euró nagyságrendben, az olimpiai táv 60, és a sprint és szuper sprint pedig ilyen 50 eurós árban lehetett nevezni, és hát 150 fő nevezett. November 1-től ugye sávosan nő, és minél közelebb kerülünk a versenyhez, annál drágább lesz. It's a very this price we are able to sustain it already for the from the start, so we didn't raise the prices for the last 3 editions. And that's possible because of sponsors, because if you take 100 euro, it's not enough to sustain the kit and the organization for one competitor. So, it means that you have the same prices like you had last year? Yeah, same price like last year, like 2 years ago. So we tried that to be some, we try to keep it there. Okay. Ami nagyon fontos, hogy tudják tartani az árakat, tehát ugyanazon az áron hirdetik meg idén, mint amennyi tavaly, meg tavaly előtt volt, és nem fognak emelni közben, tehát úgy ahhoz képest, tehát ugye megcsináltak költségvetést, és akkor ebből ugyanúgy, mint tavaly, vagy igen, idén, tavaly, meg tavaly előtt tudták megvalósítani a versenyt. Ez mindenképpen azzal kapcsolatban lesz, ugye, hogy van ez a barátság sorozat, a Friendship széria, biztos jól mondtam. A Csével, Friendship. Nem tudok Csévet nyomlani, mert Ausztriában élve sokáig. Mindegy. Honnan jött az, hogy nagy követ ötlet? Én tudom, vagyis hát látjuk a sportban, nagyon sok olyan ötlet van, hogy nagy követel valaminek egy versenysorozatnak. Hogy jött náluk az ötlet? So one question is regarding to this Friendship series. And second question is regarding to the ambassador. That how came this ambassador idea, and why you choose me and not him, for example. Okay, so let's take them one by one. Yeah, yeah. First, the friendship series. I think we have to think about the context first. So both Hungary and Romania have great or big competitions, but somehow, I don't know why, both Hungarian and Romanian competitors don't cross to the other country. Everybody goes to Ironmans and challenge family events and so on, but we miss some competition that I think are really good and they are nearer us and also cheaper for us. But we prefer to go, I don't know, by plane somewhere. So in this context, there was an initiative in Romania between five big organizers, the Romanian Federation and the Hungarian Federation. We had a meeting and tried to make circuit, yeah, let's call it that way, between Romanian and Hungarian competitions, and to have a general classification for whoever participated in competitions. We thought that that's a great idea, and we support it as organizers. However, it was almost a year ago when we talked about it, and still they didn't get to the next level. Next level would have been to make the regulation for this championship. I'll leave you to translate it. Okay. Kicsit hosszú volt, de megpróbálom összefoglalni a lényeget. Tehát a Friendship Series-nek az ötlete, ennek a barátság sorozatnak az ötlete kb. Tavaly ilyenkor fogalmazódott meg, és ugye Magyarország és Románia részéről 5 nagy szervező ült össze, és ugye összedugták a fejüket, és megbeszélték, hogy hát ugye mindenfele járnak versenyezni, repülnek ide-oda, Ironman, Challenge, egyebek, és hogy azért vannak jó versenyek itthon is, meg Romániában, és hát mi lenne, ha összefognának, és akkor megpróbálnák egymás sportolóit motiválni arra, hogy hát ugye mégis itt közelebb is van, meg olcsóbb is, mint örömködni a nagyvilágban. És akkor innen indult az ötlet, és mindenki nagyon lelkes volt, és meghatározták, hogy akkor milyen versenyek legyenek ebben a sorozatban. Volt valami talán ilyen díjazásról is szó, hogy aki ezekben a versenyekben részt vesz, akkor mit fog kapni, csak valahogy ez az egész, így nagy volt a lelkesedés, de valahogy így nem tudom, nem úgy valósult meg, ahogy ezt elképzelték, hogy szerették volna. De arról lehet tudni, hogy miért nem valósultak meg a dolgok? Vagy hol akadt el ez az egész történet? Melyik országban vagy? Mi is hallottunk a szövetségtől erről a sorozatról, de tényleg a Gábornak egy-két megszólása volt ezzel kapcsolatban, hogy milyen jó lesz majd nekünk, de igazából nem történt ezzel kapcsolatban semmi. Te láttál valamit? Semmi. What was the bottleneck? Why was not successful this story? Who was involved in this to do it better? Because you are the organizer. But I will say it, but I don't know if everybody will like what I say. So the private clubs that organize events are fast-moving organizations, are like private companies, whereas the federations are slower bodies that need a lot of time to go from this direction to this direction. So I think there is the problem, because all of us as organizers were willing to make whatever concessions in order to incorporate this championship, but as I told you, it got stuck at making the regulations, and it's not our initiative to make that. Hát a versenyszervezők részéről ez egy sokkal gyorsabb folyamat lehetett volna, ők nagyon nagy potenciált láttak benne, és ilyen proaktívak voltak, és ők szerették volna, hogy ez így működjön. De ugye itt a két szövetség, ugye a magyar meg a román szövetségnek kellett volna összeállítani ennek a működési szabályzatát. És ők, hát ugye valószínűleg a sok teendőjük miatt egy picit lassabban haladtak, tehát nem tudtak egyszerre haladni, vagy fölvenni azt a ritmust, amit ugye a versenyszervezők diktáltak volna, és így hát nem született meg igazából ez a szabályzat, nem lett így pontokba leírva, hogy akkor tulajdonképpen mit kellene tartalmaznia. Tehát nem a versenyszervezőkön múlt, de szerette volna mondani, tehát továbbra is lelkesek ez ügyben, de nem rajtuk múlt. So now we are somehow in a gray zone. Theoretically, yes, we are part of the friendship series, but in the end, after 2024, there was no set of rules to make the leaderboard. So nobody won, nobody got points, no, it was just a subject of participation. Hát most jelenleg ilyen szürke zónában vannak, tehát igen, tehát a temesvári verseny is része ennek a Friendship Seriesnek, de igazából nincs egy, most egy ilyen vezetője, vagy egy ilyen szabályzat erre, hogy mi szerintnek hogyan legyenek tovább. However, this doesn't mean that our initial thought is not there. I mean, you are probably a little familiar with Romanian competitions, so we have at least these five competitions are solid ones that always give you a very nice atmosphere and are great places. It's Timișoara, that's near the western border. It's Oradea, that's near the western border. You already know Transfer, that's in the mountains. That's a special setup for a competition. There is the hero that's held in Mamaia. Yes, and that's also Târgu Mureș. That well, it's also better known, I think, by Hungarian athletes. Tehát ők továbbra is szorgalmaznak ezt a lehetőséget, mert van 5 olyan nagy versenyük, amire ugye szeretnék, hogyha a Magyarország is mennének versenyzők, illetve mennek is, csak kevesen, és hogy sokkal többen menjenek. Ugye ez a temesvári verseny, ami határközelben van, illetve a nagyváradi X-Men verseny, ami szintén határközelében van. Ezen kívül van a Transfer, ez ugye a Transfogărași kellene mászni bringával verseny, ami egy inkább ilyen extrém verseny, de nagyon érdekes, meg nagyon jó. Van a tengerparton egy verseny Mamaián, illetve Marosvásárhelyen, ott azért már több magyar megfordult, és hát hogyha tőlük függ, akkor ők szeretnék ezt továbbra is szorgalmazni, hogy legyen meg ez a lehetőség. And each one of these competitions has a special flavor. Yes, we are among these flavors. The competition, the only competition that's held all in the city, with the fast swim and everything in the center, the very center of the town. And the town is one of the biggest in Romania, so you can experience the town itself, the cafes, the gastronomic environment. So it's a real experience, it's a city break combined with the racing. Mind az 5 verseny különleges, mindegyiknek más íze van. Például a temesvári versenynek, hogy teljesen a versenyközpont, tehát a városközpontban lehet versenyezni gyors úszással, kávézók közti futkorászással, tehát hogy mindennek megvan a sajátossága és az érdekessége. Okay, the next was So about the other question, the ambassador. So we didn't knew each other before. You came to our competition in 2024, and I remember receiving an email, and you said that you also organize, and you know what's the effort, and you really liked what you saw, and kind of had very good, nice words for the competition. And having this in mind, and together with the other initiative we always have of getting known abroad and getting athletes from abroad to our competition, we thought of this this matter, and we had a little talk, and in the end you accepted to fulfill this ambassador. A másik kérdésre a válasz, hogy miért engem választottak, és nem a Kriszta például. Azt igen, az egyszerű, hogy én részt vettem idén a olimpiai távon, és nekem tényleg nagyon megfogott a hangulata, meg a verseny, ezért én írtam egy köszönő e-mailt neki, és akkor innen így elkezdtünk így levelezni, és akkor felmerült az ötlet, hogy mi lenne, ha. Én ezen gondolkodtam, tehát egyből nem fogadtam el, tehát volt talán egy hónapom, amíg gondolkodtam rajta, hogy akkor ezt hogyan tudom így beleilleszteni ugye az életembe, és végül is itt ülünk. Ez volt az. And let's not forget that you already lived for a while in Timișoara, so you are familiar with the city, familiar with the language. Mm-hmm. Because this, I think, this so this lack of compatibility between Hungary and Romanian athletes is also because of the language barrier somehow. Yeah, yeah. It's very difficult for one to understand each other, so we all have to go through English, and not everybody knows English, and then. És hát ugye ne felejtsük el ezt a tényt, egyrészt én ugye románul írtam neki ezt a köszönőlevelet, mert én 5 évig Temesváron éltem, ott végeztem az egyetemet, és fontosnak tartotta azt, hogy legyen egy olyan kapcsolat, ahol ugye románról magyarra, magyarról romára, mert ugye ez egy szűk erszpecet szokott lenni ilyen esetben, hogyha valaki nem beszél nyelvet, hogy akkor legyen egy olyan képviselő, aki tud ebben is segíteni fordításban. Illetve ugye a várost is jól ismerem, tehát nem csak 5 év alatt sikerült megismerni. Nekem még egy gyors kérdésem lenne, amit nem tettünk föl, hogy ahhoz, hogy induljunk a versenyeteken, kell román licensz. Igen. Vagy a magyar is megfelel, vagy mi ennek a módja, hogy el tudjunk indulni, vagy tudjunk nevezni? Vagy van-e napi licensz, amit nyugati országokban nagyon sok helyen használnak. Csak szóltam. The license. Do we need a Romanian license to compete, or you are accepting the Hungarian license, or there is a daily license possible, because Christo, that in other competition in Western Europe, it's possible for with daily license also. Yeah, so it's the Hungarian license is accepted. You can come directly, but also you can make on site or online. You can make a one-day license or one competition license. So whatever way you prefer, you can do it. Lehetséges magyar licenszel versenyezni, tehát nem szükséges román licenszet kiváltani, tehát a magyar licensz erre tökéletes, de ha valakinek nincs, akkor napi licenszel is tud, ezt el is tudja intézni online verseny előtt. Krisztián, zárásnak valami? Szerintem ennyi volt, aztán nézzétek meg a honlapot, azt úgyis a Tomi majd belinkeli az oldalra, hogy hol találjátok meg ezt a jó kis versenyt. A hátteret azt figyeljétek, mert már látok érdekes dolgokat. Mindenképp figyeljétek a hátteret, majd azt is belinkeljük, hogy mikor kell nézni. Oda külön-külön ajándék lesz, aki megmondja, ki volt háttérbe, annak én külön ajándékot fogok adni. Nos, Ani, Gocco, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az Át a Célvonalon hányadik adás. Sokadik. Rengeteg adása van a csatornáknak, légy, nézzétek meg, lájkoljatok, iratkozzatok föl és nézzétek meg ezt a versenyt, mert baromi volt. És a játékot ne felejtsétek el, mert a díj, ugye, amit mondtunk, hogy egy versenynevezés, igen az komoly. Az én nevezésemet kapod meg. Nem szóval. Akár két a Krisztiánét. Így van, így van. Jó, nagyon köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok, szevasztok. Köszönjük, sziasztok. Akkor sziasztok, köszönjük szépen. So thank you very much and you are all welcome to our competition 19th of July 2025. See you.